Még egyszer szép jó estét kívánok mindenkinek. Varga Bálint vagyok, Eszékről, Horvátországból, és a ma esti konferenciát, amit havonta egyszer-kétszer szoktunk tartani magyar nyelven, mivel mi tartjuk itten a volt Jugoszláviának, és horvátul és szerbül, minden hétfőn, és most augusztus 22-e van. A mai téma nem lesz egy prezentáció. Ha vannak újak, akkor azt kérem, hogy majd kérjenek segítséget, még információt azoktól, akik meghívták őket. A mai téma a Minszki, vagy Minszk és a Marina Gorka belorussziai útról lesz szó, mert múlt héten ott voltunk 3 napig. Szombaton voltunk Marina Gorkán, a Skyway Ecotechno Parkba, ahol Ecofestet tartottak, most volt a 4., nekem személyesen 3., és ezóta a legjobban megszervezett Ecofest idáig, 5.500 ember volt, és valamilyen 50 országból, a világból voltak ottan, és nagyon szép volt, nagyon jó megrendezték, elkészítették, és annak örülök, hogy mindig valami újat látunk. Mikor az ember egyszer elmegy oda, akkor azt hiszi, hogy most meglátta a technológiát. A Junicki úr azt mondja mindig, hogy a Ecotechnopark soha nem lesz kész, mert mindig megyünk előre, mindig fejlődünk, és kutatunk új technológiát. Én is egy befektető vagyok, 2016-ban léptem be a Skyway-ba, egy jó ismerősöm Pécsről felhívott, hogy nagyon jó lehetőség van. Vettem egy csomagot, gondoltam, egyszer lesz valamilyen részvényem, ha jól járok vele, jó, ha nem, semmi gond, $300. Utána beszéltem a Szívós Lacival többször is telefonon, akkor később találkoztunk, meghívott Berlinbe, elmentem, és ott megláttam ezeket a járműveket, és láttam, hogy ez egy nagyon komoly üzlet, és azóta kicsit nem mondhatom, hogy 100% komolyan, mert mindig lehet többet is, de elértünk valamilyen szintet, most 8000 emberrel rendelkezünk a csoportba, és több országba dolgozunk. Úgyhogy főállásban csinálom a Skyway üzletet, mint befektető is, meg ajánlom az ismerőseimnek, rokonaimnak, barátaimnak, és kicsit utazunk, több városba tartunk előadásokat, konferenciákat. Az az érdekes, hogy 80-90% embereknek megtetszik ez, mindenki lássa, hogy ez egy új technológia, azt mondják általában, hogy ez a jövő. Tegnap itt a ház előtt megállt egy ismerős, azt mondja, egy közös ismerősünk említette, hogy szóljak neked, és mesélt valamit. Azt mondja, az ott az első, azt mondta, ez a jövő. És ez tetszik nekem, amikor meglássák, megismerik az emberek egy újdonságot, mert minden új, attól félünk. Ez az ember természetében benne van, ha valamit nem ismerünk, ha sötétben megyünk, jobban vigyázunk, és ez természetes. De minden újdonság általában az emberek, bocsánat, nem csuktam be az ablakot az irodába, és te rengeteg szúnyog van nálunk. Általában az emberek, mikor újat látnak, akkor mi úgy mondjuk, hogy szkeptikek. És de ha meg tudjuk ismerni a jó dolgot, sajnos volt annyi jó dolog már, a jó üzlet, szerintem van most hang, visszajöttem. Jó üzletbe, amit nem tudtunk, vagy nem tudtuk megismerni, és most óriási cégek vannak. Na, a Skyway egy olyan cég, hogy igaz, most már lehet sok mindent látni, de 4-5 évvel ezelőtt, mikor az emberek hallottak, akkor katalógusok voltak, akkor kezdték építeni a technoparkat, kezdték a technológiákat.
Most meg én készítettem rengeteg képet, van egy pár profi képet is beraktam, és ezt el megmutatom nektek, mert igazán aki eljön oda, a Ecotechno Parkba úgy csinálták, hogy ez a Ecofest egy jövő városa legyen, és hogy jó érezzük magunkat. Szóval ott voltunk kint a természetbe, láttuk a gyönyörű új technológiát, beültünk, mentünk a járművekkel, és gyerekek is játszottak, olyan laza, nyugodt az a 6-7 óra hossz, amit ott voltunk, az olyan gyorsan elmúlott, hogy észre se vettük, és egyszer csak már délután 6 óra volt, és kellett már mennünk haza. Mi több csapatban voltunk, voltak Macedóniából is, Szerbiából, Horvátországból, Szlovéniából, Magyarországról, ismerőseink, barátaink, és úgyhogy lesz majd több kép. A Belarus Hotelben voltunk most is, Minskbe. Ez egy olyan szolid hotel, jó ára van neki, 3 nap olyan 120 euró, és szép, tiszta, minden modern hotel. A Ecotechno Park előtt ezúttal az első kép. A Krisztián az a top expertem, a Attila az a mester, a Miroslav is expert, most nem sokára ő is top expert lesz, a Natasha meg egy ismerősömnek a lánya, nem tudott eljönni, csak elküldte a lánya, de ő is investor, az apja meg mester. Úgyhogy érdekes volt, szép volt, és akkor együtt sokat társalogtunk. A Macedón és a Koszovó üzlettársaim is voltak, a Junickival is tudtak fényképezni. És mivel 5500 ember volt, ez volt a maximum idáig, legtöbben, mert tavaly olyan 5000 ember volt a Ecofeste. De mondom, nagyon jó meg volt szervezve az egész. Volt egy érdekesség, bejelentették, hogy mindenki hozzon földöt, mi nem mertünk vinni a repülőbe, de hoztak 90 országból, és összeöntötték egy helyre, és ebből csinálnak majd egy olyan humuszt, amivel minden földet meg tudnak gyógyítani, és örülök neki, hogy még a sivatagi homokba is fel tudják éleszteni az életet. Úgyhogy érdekes lesz, ezt majd ki is próbálják Sárgyán. Ha már Sárgyánál vagyunk, körülbelül van 2 és 3 hónap kell, hogy bevégezzék azt az első 25 km szakaszt és a épületeket. Utána viszik a Unibuszt, ami 500 km sebességgel megy, és ott fogják tovább tesztelni. Itt is tesztelték a Ecotechno Parkba, csak kisebb sebességgel. Ezt, amit most látunk, a Unimobil, én most láttam meg először, és nekem a képeken mindig olyan kis autónak tűnt, pedig mikor közel jövünk, akkor elég magas autó, ilyen rokkant kocsival be lehet menni, nagyon könnyen, egyszerűen. Volt egy hölgy, aki olyan kicsit erősebb volt, 150 plusz, és ő beült, és könnyen be tudott menni, úgyhogy épp néztük, hogy praktikusan milyen egyszerűen be lehet menni. Utána vezették is a Unimobilt, csináltak egy pár kört, ottan lehetett látni. Nagyon szép alakja van neki. Na most a Junicki azt mondta, hogy mivel mi ezzel nem foglalkozunk, akkor a
a franchise jogot elfogják adni valakinek, és akkor abból keresnek pénzt. Úgyhogy direkt a Skyway nem fogja gyártani a Unimobilt, de valamilyen más cég, aki átveszi, akkor azzal keresztül tudják majd az emberek megvenni, és Belorussziába ottan fogják majd gyártani. Azért nem is tudják még mennyi ára is van. Egyszerűen nem akarnak ebben foglalkozni, de megcsináltak egy nagyon jó prototípus autót, ami szép és nagyon-nagyon praktikus. Nincsen hang. A többiek hallják? Van. Oké. Okay. Oké, okay, köszönöm. Itten az elején ki lehet nyitni, és lehet megtölteni. 100% elektromos, úgyhogy na itt lehet látni, hogy milyen. Én úgy tudom, hogy ez a Unimobil úgy lett elképzelve, hogy egy szlovák céget átvettek, akik elektromos autót akartak gyártani, és a gyors töltéssel. És volt egy pár technológia, amit jó ki tudtak használni, és akkor csináltak egy ilyen autót. Azt is kell tudni, hogy most már több mint 1000 magas fokú dolgozó dolgozik a Skyway-be. Ezek magas iskolával, egyetemmel rendelkeznek. Igen, itten van egy olyan, a fotó alatt van egy olyan zöld csík, és akkor azt lehet végig is húzni, mert én ha felhangosítom, akkor lehet, hogy körcsögni fog, egy picit még felemelem, ha nem körcsög, akkor hagyjuk így. Úgy kicsit lefényképeztük, érdekes volt, megnézegettünk, fényképeztünk, és akkor mentünk tovább. Ez az öreg UAZ, ez ott áll, ez ott az első jármű, amivel a Junicki próbálta, amivel kezdte tesztelni ezt a technológiát, és akkor ez még Moszkvába, nem tudom, olyan 10-12 évvel ezelőtt, akkor kezdték egy ilyen nagy, nem tudom, 4-5 tonnás kamionnal próbálták, de tesztelése, az első tesztelése nagyon, nagyon hasznos volt. Ez én koszovói líderem. Meglepődtünk nagyon, mert itten a állomásnál, meg ez a múzeum előtt, itten tavaly még kavics volt, és most már megcsináltak ilyen szép zöld. Azt tetszett, hogy minél több zöld fű volt, és minimum aszfalt, ahol a gyalogosok be tudnak menni. Úgyhogy az egész Ekotechnopark is úgy épül, hogy maximum természetbe is. Érdekes, ottan biztos, akik voltak, emlékeznek, hogy milyen jó levegő, ott mindig egy kicsit hűvösebb, mint nálunk, és olyan tiszta levegő, és egyszerűen az emberek nem fáradnak el, ottan mászkáltunk 5-6 óra hosszát, és nem fáradtunk el olyan friss, tele oxigénnel, mert rengeteg erdő van körül mindenhol. Ez volt a célom, hogy lefényképezkedjek a Juni kárral, ami RTA, a minisztérium, közlekedési minisztérium Dubájba, és ezek a járművek fognak menni most Dubájba, meg Sharjahba. Azt is megtudtuk, hogy az idén kezdik építeni azt a 15 kilométert Dubájba, 21 állomás lesz, a Junicki sokat mondott erről is. Képzeljétek, még 30 méter mélyre is ástak, és mind homok volt. És akkor egy külön technológiával kell építeni ezeket az állomásokat, de
ha az idén most, ha elkezdik, akkor 2020 jövő év végére, vagy esetleg 2021, mivel áprilisban végzik a eko, az a Dubaiba, ami az a kiállítás, Expo. Úgyhogy Expo mielőtt befejezik, előtte meg akarják csinálni, azért, hogy minél több ember meg tudja látni a Dubaiba ezt a célprojektet. És ezt egy 100%-osan a Skyway építés finanszírozza, csak az engedélyt és a földet azt megkapták a emirátusi államból. Ez is egy érdekes jármű. Most a Junicki azt mondta, hogy a halászok és a mezőgazdaságiak ezzel is tudnak utazni. Úgyhogy 6 személyes, és ez nem tudtuk akkor, később tudtam meg, hogy mire szolgál, majd később megnézem itt a jegyzetembe, mi a neve, és érdekes, hogy ilyen, és azt mondta, hogy már az idén megy a sorozat gyártás erre, mert vannak Belorussziában projektek, ami igényli és megbeszélések vannak, hogy ezt elindítsák. Ez mindig érdekes megnézni a nevünket, aki 2017. április 16-ig befizetett részvényt, és vett minimum 1000 részvényt, annak a neve ki van írva fehér színnel, mint a csillagok, és kék alap, mint az ég. Itt a Natasha megtalálta az apja nevét, akkor lefényképezzük. Ez volt az első íróasztal a Junickinak, mikor elkezdte 40 évvel ezelőtt tanulmányozni technológiát, és rengeteg oklevél, meg ilyen bizonylatokat kapott. Itten csak egy párat lefényképeztem, diplomát, ajándékokat. Mindig volt rengeteg ember mindenhol, főleg a járműveknél. Most itten két unibusz volt. Ez a unibusz a U4362-es, ami 6 szemét visz és 500 km sebességgel. Ezt itten most már tesztelték. Az idén már tesztelik a legmagasabb 500 kilométerre is, és jövőre már közlekedik, azt mondta most a Junicki. Ez érdekes lesz. Ebben nem engedtek be még, azért, mert erre még nincs engedély nekik. Ezt majd csak a jövő évre lehet majd, mikor meg lesz mind az engedély. Ha most ősszel elkezdik Sárgyába tesztelni, olyan 6-7 hónap kell, hogy megkapják a homologációt és az engedélyt. Itt van a unibusz is, ami kettő össze van kapcsolva, és 48 személy befér, az egy, mint egy autóbusz. Ezzel is utaztunk, és nagyon-nagyon kényelmes. Érdekes, mert lóg, ugye fent vannak a motorok és a kerekek, de nagyon halk és nagyon kényelmes volt. A másik a Unicarral mentünk, meg tavaly a kis Unibusszal is. Csináltak sok érdekességet, itt van hátul az a híd is, ami azt jelenti, hogy a könnyű konstrukcióval lehet olyan hidat építeni, ami ellenáll a széllel, mindennel, és nagyon sok évig eltart. És akkor itt volt a Sky Beach, ez a Sky Strand, egy kis tó volt ottan, a tó mellett volt egy olyan tábla, ahol rajta voltak a nevek, azok, akik megvették azt az akciós csomagokat.
Összesen 5 szakasz üzemel, a hatodik, ami majd később másképpen jobban látszik, ami a Unicornnak, ami 50 tonnát visz, az még nem kész, azt még akkor csinálni fogják, de Sárgyában is ugyanazt csinálják. Sok szép élmény volt a gyerekeknek is, azt hiszem, hogy 12 évig ingyen volt, úgyhogy volt bőven kisgyerek is, tudtak játszani, mindent. 5 óra 15 percig tartott a Junicki előadása, természetesen szünettel. Mi nem hallgattuk, azért mert tudtuk, hogy felveszik, és most már le is van fordítva angolra, mi lefordítottuk horvátra. Én elmondok nektek ma valamit, nem tudom az egészet lefordítani, de nagyon, nagyon jó beszélt. Azt hiszem, hogy magyarul is megvan. Azt mondja, hogy most már 16,6 millió dollár érték van, 36 épület, és 300 ezer mindenfajta gép darab. Itt benne vannak a számítógépek, monitorok, 32 autó, 10 ezer különféle szerszám, instrument, úgyhogy van még egy pénzügyi font, ami 56 millió amerikai dollár, ami annyi, mint a Belarus Minszki traktor gyár. Érdekes, ez olyan nagy értékű. Több mint 10 000 négyzetméteren vannak ilyen épületek, és demonstráció teszt komplex 64 hektárnyi. 4 kilométer szakasz, amit folytán fejlesztünk, és kibérelték 100 évre a Ekotechnoparkot. Most már látszik, hogy a kapacitás háromszorozott, amióta elkezdték, és csináltak olyan, olyan ötleteket, meg úgy kifejlesztették a hangot, hogy már háromszor kisebb a hang, mindig fejlesztik ezeknek a járműveknek. 11 járművet készítettek, ami mind elektromos, és a saját gyárba lettek megcsinálva, szóval nincs semmilyen partnergyár, és a Unicar, van két fajta Unicar, amik, és van háromos Unicar. Szóval három együtt mehet egymás után, na azt ott mutatták is, lehet, hogy már láttátok, megvan a videó is, és de mutatták a Eco Parkba, hogy lehet egymást, ha egyik elromlik, akkor oda jön, és csak hozzányúl, hozzáér, és akkor nyomja előtte, úgyhogy kettő tud nyomni egy, ne, vagy lehet, hogy jó mondom, ha húzatni, de kettő tud egy Unicar húzatni. Lehet, hogy több konferenciát kellene tartanom magyarul, és akkor könnyebb lenne. Akkor csináltak egy tropikus modifikációt 4 üléssel, ami Sárgyába megy. Nagyon bonyolult volt. Olyan bonyolult, mint a Tesla. Ez a Tesla autó, ez a Junickinak az autója, és azt mondja, hogy ez abszolút nem konkurencia, mert mi nem konkurálunk egy valamilyen autógyártóval, hanem az egész világ közlekedési rendszerrel.
Mi nem árulunk unibuszokat, mert az senkinek nem kell, senki nem tudja használni, hanem kiépítünk teljesen új közlekedési rendszert, ami minimum 100 millió dollárba kerül, és akkor így kössük össze majd a városokat és az országokat. Unilight modell buszt csináltak. Ez az a zöld, amit néztünk. Nem zöld, hanem a kék. És a Unilight-ot fogják majd használni ezek a vadászok, meg halászok, ilyen mezőgazdasági munkások erre fogják majd használni. Itt le is fényképeztem a napelemet, ami gyártja az energiát, és igazán használják ezt az energiát, úgyhogy nem csak ilyen makett, nem csak bemutatóra szolgál, hanem igazán használják. Itt mentünk be, öten a Unicarba. Most a videó az olyan óriási, hogy nekem kell fél nap, hogy feltegyem, de majd később fent lesznek, úgyhogy nem engedek ma videót. Ez meg a Unibus, ahol 2x24 szemét visz. Ez egy komoly busz, amivel a városba, meg városon kívül is lehet menni. Így nem néz ki kívülről olyan nagynak, de mikor bemegyünk, akkor mégis 48, ugye egy busznak 50 személy van. Ez a felső állomás, mert két emelet van az állomáson. Na itten jobbra lehet látni még egy állomást, ahol a Unitrack meg a Unicont fog menni, jobban mondva Unicont, ami ezek a konténerokat, 35 és 50 tonnás konténerokat tudja majd vinni. Ez a kis állomás, ez a Univinnek van. A Univind az a kis jármű, amibe két személy fér be, egymást tudják leülnek és egymáshoz látnak. Ő nagyon gyorsan ment, úgyhogy nehéz volt videózni és megfényképezni. Szerintem olyan 80 km sebességgel biztos, hogy ment, mert nem volt benne senki, és akkor volt egy technikus, egy számítógéppel, és az vezette ezt az egészet az állomáson. Ott nézte, és ő vezette az egészet. Itt van ez olyan szív alakú bejárat. Ez a második emeletről lehet tehát lefényképezni jó. Közben röpködtek a drónok közöttünk, nagyon sok drónt hoztak oda, és ez a Junicki, meg a Nadezhda a felesége, ilyen vas szobor, ez érdekes. Ez is egy kép a, most elfejtett, nem Kirichenko, hanem Badulin, Kirill Badulin, aki egy fő konstruktor, és ő tartott sokszor előadásokat a kiállításokon. Na, itt sikerült megfognunk a Unibuszt, és mind a kettő Unibusz, ugye, ez ami 500-al megy, és ez ami 48 személy, ami 150 km sebességgel megy. A mi macedón csapatunk, ez azt hiszem, hogy Unibus, igen, ez is a Unibus. Ezek is a vietnámok, volt egy nagy csoport Vietnám, ott 17 top expert van, és most lett egy sky expert. Szép híd, ez a Sky Beach, ezt már láttuk. Na, itt van ez a Eco Future. Itt meg is találtunk egy ismerős, vagyis kettőt. A Vedra Jaksics, az eszéki, meg a Krisztiának az anyja vettek ezt a csomagot.
Akkor tudjuk, hogy régen voltak olyan befektetési csomagok, ha megvettük, akkor ültettek egy almafát vagy egy megyfát, és kitették a táblát a mi nevünkkel. Itt nem tudom hány ezer fa van most már. Később 5000 dolláros csomagok, azok kaptak ilyen fát. Szabadott enni, azt mondták, hogy mindent lehet enni, almát, akkor ottan voltak ilyen sárgarépák, zöldségek. Az emberek kivették a sárgarépát, megmosták és ették, olyan szép nagyok voltak. Céklarépa is óriási. Itten ez a humusz bemutató volt, és itt van mindjárt mellette ez a bio kert mellett a teherjáró, ahol a unikontok is mennek, meg a unitrak, a tehert, amit visz a Attila. Na ez. Ez az első jármű, ami 2 köbméter tehert tud vinni, és nem kell, hogy megálljon, ki tudja szórni például kavicsot, vagy sót, vagy bármit, amit lehet. Vannak nagyon sok érdeklődés, Junicki erről is mondta, de ahogy elkezdik a gyártást, meg a építkezést erre a célprojektre, akkor megmondja, hogy hol lesz. A Mihail Kirichenko, mindenki ismeri, minden videón majdnem ott van, meg az én Basimom Koszovóról. Itt a Junicki is, sikerült neki elkapni. Itt a Maszlóval, meg a feleségével, ez az én makedón csoportom. Később a makedónok összebarátkoztak valakivel. Akkor volt másnap Minskbe a Falcon Club, ez a Marriott Hotelnak egy ilyen klub, egy nagy terem, és ott szervezték meg, hogy 5 éves a Skyway Capital. Na itt a mi csoportunk Macedón, Szerbia, Horvátország. A szlovénok azok busszal mentek, kis busszal, és akkor velük csak a Ekoparkba találkoztunk. Így kezdődött, nagyon szép volt, nagyon szépen meg volt rendezve. Az egész, nem tudom hány ember volt, 600-800, és volt ilyen műsor is. Előadás nem volt, a Maszló tartott a kriptovalutáról, arról majd mondok én később, de ez jobban mondva egy buli volt az egész, itt új információt nem hallottunk. Szolár egy pár szót mondott, és a Christian van den Weyer, aki a Nigériába ambaszádor, megmutatott egy 20 képet, a Nigériába, hogy dolgoznak, 200 millió ember ott van, terjeszkednek a többi országba. Azt is megmondta, amikor hazamegy, akkor mindenki megáll, semmit nem csinál, amikor visszajön, akkor mindenki lelkes és csinálja. Ilyenek az afrikaiak, meg hogy milyen veszélyes ottan, úgyhogy ennyi az egész előadásról. Volt egy kis értékelés, még engem is kihívtak, pedig már valamint 10 hónapja elértem ezt a szintet, de most rájöttek, hogy ki kell hívni engem is. Volt egy ilyen laser show, táncosok, akrobácia, úgyhogy érdekes, szép volt, gyorsan elmúlott, ott voltunk 11-től 6-ig, 7-ig este, lehetett fényképezkedni is. Vietnámi csoportot is kihívták, azt dicsérik, mert nagyon nagy forgalmat csinálnak. Itt a fiatalok, 19 éves vietnámi is elérte a top expert szintet. Csináltuk egy tortát, 5 éves a Skyway Capital, és akkor ez volt a nagy buli. Sikerült a Nadezhda Kosarevával, ez a Junicki felesége, aki a String technológiának a
vezérigazgatója, ő írja alá ezeket a projektokat, és sikerült egy fénykép. Na, Attila és a Krisztián, mi tartsuk hárman a konferenciákat, horvátul és szerbül, én horvátul, ők ketten szerbül tartsák. Ez a kép, itt meg lehet látni, innen hoztak földet legtöbb oroszok, és ezt az összes földet összeöntötték, és ebből csinálnak ma egy különleges humusz alapot, amit tudják majd kihasználni. Itt van még egy pár kép. Nézem még, mit írtam itt. Oké. Mondunk még egy pár érdekes dolgot. Voltak ezek a drónok. Megcsáltak azt a nagy drónt, azt már gyártják, azt lehet rendelni. És 12 mechanizmust tettek bele, ami helyettesíti az embernek a kezét meg a lábát. Úgyhogy ez a nagy drón, mint a helikopter. Így. Akkor 60 levédett certifikátjuk van most már egész világban, Belorussziában, Oroszország, Ausztrália, Kína, Japán, Kanada, Egyesült Államok, India, Emirátus és még 23 különböző másik országba. Ez azt mondja, hogy UNESCO nagyon fontos, mert ha bemegyünk egy országba, és ha nincs levédve ez a technológia, akkor konkurencia egyszerűen ellopják az ötletet, és csinálják. Öt fajta Unibusznak már van certifikát, és akkor ezt már mondtam. Így. A Dubai polgármester azt mondta a Junickinak, hogy nagyon örülnek, hogy a Junicki ilyen technológia idejött hozzájuk, és befogadják, mint a testvér, és bármit építhet, mindent megengednek neki, és nagyon örülnek, hogy így van. Azt mondja, több száz negatív leveleket küldtek a partnereknek, hogy a Junicki egy csaló, és hogy ez piramis rendszer, de most mindenki meglássa már, hogy egy teljesen technológia, és mindenkit el lehet hívni Ecotechnoparkba, hogy meg tudják látni ezt. És akkor azt mondja, hogy igen, megígértem, hogy 500 kilométer sebességszakasz fogunk építeni, és erre kell minimum 10 kilométer gyorsalásra, és még 10 kilométer, hogy tudjon ilyen nagy gyorsasággal szágulni. A 2 és 2,5 év múlva a Emirátusokba fognak ezek a sebességek menni. Nekünk már kezdjük építeni a 25 km szakaszt, és a partnereink fogják látni még egy új szakaszt, ahol kaptunk földet, ami 60 km, és itten 1000 km per óra gyorsaságot is fogunk bemutatni. Ezt a technológiát már több mint 40 éve készítettem,
és meg lehet venni ezt a könyvet, és van egy terv, hogy csináljunk egy alagutat Európától New Yorkig, és 6 óra alatt oda lehet érni, biztonságosabb, mint a repülővel, és a mi arab partnereink nagyon kedvelik ezt a témát, és velünk vannak, hogy ezt is egyszer megcsináljuk. Egyszer. Úgy készítsük a járműveket, hogy nagyon biztos legyen, ha eltalál egy golyó például, hogy akkor is ne legyen neki semmi baja. A Emirátusokban, a Sharjah-ba építünk egy nagy technológiai központot, csinálunk egy óriási központ, Skyway központot, amit be tudjuk mutatni az egész világnak 150 km sebességre. Itten a Ekoparkban 900 méter, itten nem tudunk ilyen sebességet bemutatni, de ottan igen. És megmutassuk, hogy fér 300 ember be a Unibuszba, és a konténerok, ami 35 és 50 tonnát visz. Szóval az is a terve van, hogy 300 emberes Unibuszt kezdik majd nem sokára gyártani. Az egyetlen egy faház Emirátusba, erre külön engedélyt kellett kapni a vezértől, itt úgy lett fordítva, hogy király, szóval a Mohammed bin Rashid attól, mert ottan nem volt megengedve. 2 hónap múlva kezdjük a tesztelést, úgyhogy 2 hónap múlva akkor már kész lesz. Több ezer köbméter homokot is kellett hozni oda nekik. Érdekes, minden homok, de természetesen az a homok az nem jó építkezésre. És csinálunk egy világ nemzetközi Skyway központot, ahol lehet 500 km per órába vezetni, és vákum alagútba. Itt megmondta először, hogy vákum alagútba 1000 kilométerig. Evel a építkezéssel kezdünk most ősszel, mert már vége fele van a föld átiratás, amit majdnem egy évig vártunk, és a befektetés 1 milliárd dollár lesz. A városi közlekedés és a teherközlekedés ilyen klíma, ez a ilyen klíma, ugye, ahol ilyen 50-60 fokos van, és erre készítjük az egészet. Már van nagyon sok igény erre, és örülünk, hogy ilyen gyönyörű arab országba fogjuk majd építeni. És van tapasztalatunk, hogy jártunk Ausztráliába, Indonéziába, még Vietnámba is. Na most itt megmondanám én, hogy Vietnámba alá van írva egy memorandum, egy célprojektre, amit a vietnámiak akarják kifinanszírozni, és már készítik azt a célprojektet. Na, megyünk tovább kicsit a képeket. Így néz ki belülről. Ezek kicsit ilyen profibb képek. Ez a Unicar, azt hiszem, igen, Unicar.
ez a Unibus, ezt is már láttuk. Na így itt lehet meglátni, hogy milyen szép, egy modern. Mikor Berlinbe megyünk a kiállításokra, a Inatransra, soha nem lehet látni ilyen modern. Ez mégis kicsit másmilyen. Nagyon új vasutak vannak, minden sinóbuszok, de a Skyway mégis egy kicsit másmilyen, más alakú az egész. Meg természetesen mind a többi lent mennek a földön a sineken, a Skyway meg mondhassuk, hogy repül a levegőbe, csak oszlopokon van. Ez a 48 személyes Unibus. Így. Akkor azt mondja, hogy a token. Erről is mondott a Junicki. A kriptovaluta a muszáj, hogy a része legyen a mi programunknak, mert az egész közlekedési rendszer, automatizált rendszer, intellektuális rendszer mind egy kombinációba lesz, és úgy hívják, hogy Transnet. Milliárd ember fogja majd használni ezt a rendszert, és milliárd operáció és tranzakció fog majd lenni ezekbe a számítógépbe, mert természetesen minden ilyen jármű meg van számítógépe, és ez mind blockchain technológiával lesz ellátva. Azért nekünk kell egy saját valuta, kripto zseton, és akik megveszik ezeket a kriptovalutákat, ők a osztalékot kriptovalutába fogják megkapni. Ezért kell nekünk a kriptovaluta. A rendszer kisegíti, hogy ne legyen késés, kijavítsa a negatív emberi faktor hibákat, és biztosítsa az integritást a kriptográf használatra. Ezt én most fordítom, nekem horvátul van, ezért senki nem tudja majd kihasználni a rendszert, hogy csináljon valamilyen csalást például, és egyetlen a kriptovaluta lesz egyetlen biztosítás erre. Mi a különbség, hogy mi leszünk az első kriptovaluta, akinek van egy projekt, és minél több ember fog menni ezzel a rendszerrel. A kriptolánc technológia segíti majd a mi technológiánkat, és kommunikációt egy egységes kommunikációs komplexba, ami az egész világot össze fogja kötni, és a legmesszebb részeket a világon is, avval is lehet közlekedni is, meg összekötni. Ezért a kriptovaluta Skyway még nincs kiadva, mert mennek együtt a célprojekttal. Van egy tervünk, ami azt mondja, hogy ez nagyon gyorsan lesz, ahogy aláírjuk a szerződést, egy 10 milliárdos szerződést fogunk most aláírni, ezt hangsúlyozom, de van ok, hogy nem mondom meg pontosan ezt a tervet, és nem sokára ezt meg fogjátok tudni. Mikor 2020-ba elmentek a nemzetközi expóra Dubajba, meg fogjátok látni egyszer, hogy írunk alá egy szerződést, ami 50 milliárd dollár és magasabb. Addig mi teljesen készek leszünk a sorozat gyártással, a Unibus, Unicar, Unibike, és minden más részekre, nem csak Belorussziába, hanem többi országba is lesznek certifikátok,
a közlekedési infrastruktúr komplexra, és a észak régiumba. Az azt jelenti, hogy Oroszország meg Esztónia azokba az országokba, Litvánia, és meg természetesen a trópikus helyen is, ami azt jelenti, hogy Emirátus, Szaúd-Arábia, Oman, ezek az országok, és megyünk előre a okos városokkal is, ami előnyt ad a ekológiára és a legbiztosabb közlekedésre. Második szinten, szóval ezeken a másik szinten, ami azt jelenti, hogy nem a földön megy. Na most visszajövök megint kicsit a Ecotechno Parkba, még van 7 percünk. Itt vannak ezek a járművek, amit én nem láttam komoly embert ott, ott mindenki örült, mindenki nézte, csodálkozott, mindenki nevetett, még a gyerekek is, azoknak is egy élmény volt, olyan szuper volt az egész. Itt lehet látni, hogy sorba álltunk, de nem kellett annyit várni, mint tavaly, mert igazán jó meg volt szervezve, volt több állomás, és meg többen, itten 48 ember bemegy, egy 5 percet utaznak, és akkor már mehet a következő turnus is. Úgyhogy az emberek kijöttek a Unibuszba, akkor mentek mindjárt nézni a többit, meg a múzeumot is. Ez is a Unicar. Vannak itten ismerősök is. Természetesen ez a Unibus, ez nagyon érdekes volt mindenkinek. Mi Berlinbe tavaly nagyon sokat ültünk be, azért én annyira nem fényképeztem. Ezt is már láttuk, ezt a hidat. Oké. Mindenki csodálkozott, hogy miért lett itt a Tesla. Az, mert csak össze akarták hasonlítani, hogy a Teslát számítsák egy nagyon modern, új technológia autóval, és ha oda tesszük a Unibuszt, ami 500 km-rel megy, az ugye a Tesla az mondjuk rá hivatalosan 130 szabad menni az autópályán, gyorsabban nem. Ez meg 500 km is sokkal biztosabb, és össze van kötve, nem kell neki töltés, mint a Teslának. Igazán szép, érdemes elmenni. Na itt a Univind. Lehetett látni. Ez a Univind állomás. A Univind az a két személyes, 150-nel megy. Mondom, itten legalább egy 80-nal ment, ezen a rövid szakaszon is. Csak úgy röpködtek előttünk, fölöttünk. Nehéz volt le is fényképezni. Ez is a bejárat. Ez már egy, mindjárt megmondom melyikből, Unibuszból. Igen, fényképeztük. Ott vannak a állomások messziről. Ez a Wind. Azt mondták, hogy ősszel most indul a 14. szakasz. Köszönöm, Rózsa, most ezt is akartam mondani. Arról is beszéltünk, hogy van már most 3 nagy befektető, aki meg akarná venni. Mind a 3 meg tudja venni, mind a 14 és meg a 15 fázist. De egyszerűen a Junicki még nem akarta ezeket a feltételeket, amit akarnak ezek a nagy befektetők. Úgyhogy tárgyal velük, de ők sokat akarnak, többet, mint a Junicki akarna nekik adni. De én azt hiszem, hogy egyiket biztos, hogy eladja,
14-es vagy a 15-öst, mert az idén le akarják zárni eztet. 90% hogy lezárják, 10% hogy marad még a jövőre is. Vannak ezek az akciók. Azt vettem észre, mikor beszéltem a Skyway kapitálosokkal, meg természetesen a Swiggesek is ugyanezt csinálják, már el vannak készítve a célprojektek, és a Skyway Capital is a célprojekteket akarja csinálni. Úgyhogy mindenki valahogy úgy lássa, hogy az idén befejeződik, és hogy egy fázist eladnak. Az 25 millió dollár. Én is már tárgyaltam, egy ismerősöm jobban mondva tárgyalt egy nagy befektetővel, csak adtam neki az információt. Ő legelőször 30 milliót akart a Skopjei projektbe befektetni, de akkor jobban tetszett neki, hogy befektessen a Skyway-ba, és hogy megvegye a fázist. Na most meglássuk, ő koszovói származású, meglássuk, hogy mi lesz, nem tudott eljönni most velünk Minskbe, de majd még tárgyalunk vele, lehet, hogy én személyesen találkozok vele egy 20-25 nap múlva, és akkor majd többet tudunk. Ha megegyezünk, hogy neki csak a részvény kell, nem akar valami döntéseket hozni, akkor az oké. Okay. Így ezek kicsit ilyen profi képek, ha még valaki nem látta. Itt a gyerekek is, tetszett nekik, fényképeztek. Sok. Ha van kérdés, nyugodtan. Nekem mi van itt még? Oké. Okay. Igen, arról is beszéltünk, hogy gondolkodnak mégis, úgy volt, hogy nem akartak, de gondolkodnak arról, hogy megcsinálják ezt a belső tőzsdét. Nem mondták meg, itt van most a Junicki is, meg a Maslow is tartott, Maslow csak a tokenokról beszélt, de nem mondott dátumot, hogy mikor lehet vásárolni. Azt tudjuk, hogy 10 dolláros cent. Azt is tudjuk, hogy aki beváltotta a részvényt a tokenba, az nem jó járt. Mert 100 000 részvényért kapott 2000 tokent, ami 200 dollárért most meg lehet vásárolni. Én is sajnos egy csomagot beváltottam, mindenkinek ajánlottam, hogy ne váltsa be, de egyet beváltottam, meglássam, hogy működik, nem sajnálom, de nem jó jártam vele. Mert 200 dollárért 2000 tokent megvenni, a 100 000 részvény meg most mennyi, majdnem 3000 dollár. Itt ez a Uniwind, ez egy szép jármű. Úgy akarják legalizálni a belső tőzsdét, ezt csak akkor tudják megcsinálni, mikor a Skyway-nak lesz már bevétele. Szóval, ha a Skyway most elkezd keresni, az most az idén még nem annyira, jövőre, akkor be is tudják majd rakni a részvényeket is, hogy valamennyi részvényt be lehessen váltani tokenba. A token az, ez egy ilyen belső tőzsdének lesz majd, és a token meg kint lesz a kripto tőzsdén, és akkor praktikusan a részvényt is be lehet váltani pénzbe. Szóval beváltunk tokenba, tokent eladom dollár, euró vagy bitcoinért, és nálam van a pénz. Ezt akarják megcsinálni, ezt a Maslow már beszélt erről, csak természetesen legálisan akarják csinálni, nehogy valaki belekössön, mert mégis sokkal nagyobb az üzlet és nagyobb a kockázat is. Még van egy pár kép, kicsit így meggyorsítom, remélem, hogy lehet látni is.
Nagyon sok ötletük van nekik, igaz, most már nagyon sok mérnök is dolgozik náluk. Nem beszéltek konkrét az osztalékról, de arról beszélnek, hogy nyereséges lesz majd a cég, akkor mindenféleképpen fizetik az osztalékot. Még nincs megmondva, hogy jövőre nem fizetik, még úgy van, hogy valamennyi osztalékot ki akarnak fizetni. Az nem lesz valami nagy, nem gazdagodunk meg, de ha kicsit is kifizetnek az emberek, kapjanak valamennyi pénzt, én azt ajánlom nekik mindig. Tudom, hogy az kicsit lelassítsa a projektet is, de jó van az emberek, mit tudom én, egy 20% pénzét visszakapnák, amit befektettek, akkor már jobban éreznék magukat, és sokkal más. Mert vannak olyanok, akik már ugye 5 éve is befektettek. Jó, meg volt szervezve a buszok is. Barni, lesz-e tőzsdére lépés, vagy csak belső kereskedelem? Ha a külső tőzsdére, az természetesen, hogy mennek, Tokió és Londoni tőzsdére, az biztos, hogy kimennek, de azt ott még senki nem tudja, hogy mikor. De nézzétek most, ha jövőre aláírják ez a 50 milliárd dollárost, ez már egy olyan óriási projekt, és ha lesz még egy 5-10 ilyen projekt, hát 500 milliárd dolláros projektjük, ha lesz, hát akkor úgy mehetne ki a tőzsdére, hogy első nap lehet, hogy felmegy 2-3 dollárra is. Ez óriási. Mert a tőzsdén, mikor kimennek, akkor ilyen nagy fondok, ilyen pénzügyi, ilyen 100 millió dollárral, meg milliárd, dokat is befektetnek ilyen cégekbe, ami új technológia, és lássák. De ki kell, hogy menjenek a tőzsdére. Előtte ő nekik nem is tudnak befektetni, nem is akarja Junicki eladni a részvényeket előtte, úgyhogy ez jó lesz. Ezt most a Junicki mondta, hogy 50 milliárd dolláros projektet írnak alá az Expon Dubajba. Egy kicsit még meggyorsítsuk. Lehet látni ezeket a képeket. Igazán mindenki azt csinálta, csak fényképezett, videózott. Hát de volt mit látni. És ha kicsit jobban megnéztük, akkor lehetett látni, hogy itten nagyon sok újdonságokat bemutattak, ami most a Ecotechnopark a 100 leghíresebb hely Belorussziába tartozik. Ez már sokat jelent, de én szerintem jövőre lehet, hogy első 50-be, egyszer első 10-be is bemegy. Itt vannak ezek a drónok, mi is fényképezkedtünk velük, és mutatták, hogy mennyire. Azt hiszem, hogy több mint egy óra hosszát is tud fent lenni a drón repülni. Jó nagy akkumulátorja van neki. 1,40 kg deka az akkumulátorja. Oké, na ennyit tudtam ma este mondani. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy volt új információ. Jó fele megy, fejlődik. Most szeptemberben a sorozatgyártás indul Minskbe, ugye a gyárban. Már láttátok ezeket a képeket a új Unicar. Tropikus, szépek, modernek, haladnak előre. Végezik be a Sárgyát, kezdjék a Dubajt építeni, jövőre az 50 milliárdos induljon, egy-két év múlva akkor már nagyon közel leszünk a tőzsdén. Köszönöm szépen, további szép estét kívánok mindenkinek, és halljuk egymást majd, sziasztok!